belőlem valaki útra vált, útra a jobbik részem. Itt a Lujza utca sarkán árult a nagyanyám lánykorában, itt kezdte, és először egy zsebkendőről, utána pedig egy lepedőről árult itt, és aztán megvette a saját standját. Ott is úgy ismerkedett össze a nagyapámmal, hogy az vásárlóként jött vidékről ide az Abért hozzá. Bereményi Géza legújabb könyve önéletrajzi regény. A Kossuth-díjas író gyermek és ifjúkora elevenedik meg benne. A történet a nagyszülei gondoskodására bízott és a telekitéri piacon felnövő gyerek szemén keresztül mutatja meg, ahogy a téren átát csap a II. Világháború utáni magyar történelem. Az íróval 2018 nyarán beszélgetett Gödrös Frigyes filmrendező az akkor még készülőben lévő könyvről. Azt a szellemes címet adtad a regénynek, hogy a magyar Copperfield. Egyet tudtam, amikor elkezdtem ezt írni, hogy emlékiratokat fogok írni. Tehát, hogyha az életet két részre osztjuk, életre és karrierre, akkor a karrier az nem érdekes, hanem az élet az érdekes, vagyis a gyerekkor, a kamaszkor, az ifjúkor, és aztán az, hogy az ember hova indul utána, az azzal fejeződik be. Annyira elfoglalta minden időmet, ez a 3,5 év alatti munka, hogy és olyan gyorsan, hirtelen vége szakadt a végével, és aztán azonnal a kiadó azonnal átvette, és forgalomba hozza most. Tehát én nemrég fejeztem be ezt a könyvet, még meleg, és egyszer csak itt van, és már elég sokan olvasták. Bereményi Gézával nagyon jó együtt dolgozni, nagyon nyitott a szerkesztői tippekre, javaslatokra, tanácsokra, és mivel ő kézzel ír golyóstollal, ezért az egész munkának van egy nagyon különleges, meghitt műhely jellege, hogy ezeket a kéziratokat felesége Tünde szokta átgépelni, és azokat a szövegeket utána ő újra kézzel javítja, tehát egy ilyen hármas munkában dolgozunk együtt. Ideális esetben a szerkesztő kitapogatja egy könyvnek a legnagyobb erényeit és a esetleges hibáit is, és mint egy szuper kritikus még azelőtt ezeket kijavítja, pontosítja, mielőtt az a könyv kimenne a nyilvánosságba. Minden könyvet máshogy kell szerkeszteni, például itt ennél a könyvnél nekem egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy a stílusát, a Bereményi Gézának a stílusát hogyan hagyjam meg, és az volt egy ilyen célom, hogy azt a nyelvet, ami az ő szexepije, azt megtartsam, de azokon a pontokon, ahol egy picit talán már önismétlővé válna, egy kicsit megnyírbáljam őket. Bereményi Géza a magyar filmtörténet legjelentősebb forgatókönyvei és kultuszfilmjei közül többet is jegyez. De ezek közül az Eldorado az, amelyik szinte teljes egészében a Teleki téren játszódik. Az Eperjes Károly főszereplésével 1988-ban forgatott film számos díjjal büszkélkedhet, 2012-ben pedig bekerült a Magyar Művészeti Akadémia tagjai által kiválasztott legjobb 53 magyar alkotás közé. Amikor lebontották ezeket a házakat, tehát a 80-as évek közepet tájékán kezdték el, akkor én forgattam egy filmet a piacról, egy játékfilmet, Eldorado címmel, és itt az üres terken, a lebontott ház helyén kellett kiválasztani azt a helyet, és fölépíteni a régi standokat, és kérdezték, hogy a főszereplőnek, akit a nagyapámról mintáztam, hova állítsák föl a standját, a díszletstandot, és én kiválasztottam a nyomok alapján, hogy hol volt a nagyszüleim ágya, kettős ágya a szobakonyhában, és rámutattam, hogy itt legyen a főszereplő standja, tehát egy szellemidézés is volt az egész. Azokat az alaptörténeteket, amik tényleg az Eldorádótól, a Dalokon át, a Jézus újságától, vagy című nagyszerű novelláig jellemzik ezt az életművet és a főbb témái, mindig egy picit máshogyan tudja elmondani. A Teleki tér is ebben a könyvben máshogy jelenik meg, mint az Eldorádóba, és ami még tényleg furcsa lehet, vagy inkább örömteli a bereményi fanoknak, vagy akik mondjuk a magyar filmeket szeretik, mert a legjobb magyar forgatókönyveket az elmúlt 40 éve Bereményi Géza írta, hogy visszaköszönnek tényleg mondatok, amiket a Gotthard filmből, a Megáll az időből ismerünk, vagy amit a más szövegeiből, a különböző nevek, utalások, és ez inkább gazdaggá teszi. Tehát nem kioltják egymást ezek a meccsek, ezek a megfelelések, hanem inkább még színesebbé teszik. A Karfenstein utcai
kocsma volt itt, egy hosszú kocsma, és ide jártak a teleki téri kereskedők, meg a trógerek, meg mindenki inni. Nem lehetett leülni, álltak, és rengeteg ember állva beszélt. És egyszer a nagymamám azt mondta nekem, hogy menjek el a nagyapámért a kocsmába ide. És én jöttem, este volt, és bementem, és hát rögtön fölismertek, mert a nagyapám nagyon ismert ember volt a piacon, és kiabáltak, hogy Sanyi bácsi, Sanyi bácsi, és odállítottak a nagyapám mellé, és mondtam, hogy a nagymama mondta, hogy gyere haza. Nagymama küldött, hogy hívjálak haza. Menjél. És elindultunk kézenfogva itt az utcán. Fogta a kezemet, és mentünk együtt, és ő megpróbálta megemberelni magát, de be volt rúgva. És a Lujza utca sarkán állt egy férfi, a kezében egy üveg volt. És már beszélről lehetett látni rajta, hogy ez egy rendkívül rossz indulatú és gonosz férfi, ezt a gyerek látja. És a nagyapám pedig fogdosta és ölelgette, mintha meg akarná békíteni, de az ember rossz indulata nézett rá, és állandóan ellögdöste a részeg kereskedőt, és egyszer csak elvesztette a türelmét ez az ember, és fejbe vágta az üveggel a nagyapámat. Erre a nagyapám vagy fölrúgta, vagy leütötte, én oda se figyeltem, mert annyira bíztam a nagyapámat, tudtam, hogy elintézi ezt a dolgot. És amikor a nagyanyám meglátta, hogy véres fejjel visz haza a nagyapám, akkor kiabált vele, hogy mi, és hogy hova tettem az eszemet, hogy elküldtem, érted, a gyereket, meg mit tudom, mi. És én nem értettem, hogy mi ezzel a gond. A nagyapám mindent elintézett, nem is fáj neki biztos, ennyire bíztam benne. De hát teljes joggal. Thank you.